miközben beszélünk járásokról, amikről 10 éve vagy 5 éve egyáltalán nem beszélünk. Teljes egészében átalakult Magyarország versenyszabályozása, bezárólag a vasárnapi nyitvatartásig és még sok minden másik, a közbeszerzés, az energiapolitika, tulajdonosi szinten is, a nyugdíjrendszer és az oktatási rendszer. Az oktatási rendszer, amit mi nagyon sokáig kritizáltunk és vártuk ebben az átalakításokat, még korán sem vagyunk, a végén az elején vagyunk, ha úgy tetszik, de megmozdult Magyarországon a szakképzés, megmozdult a felsőoktatás és megmozdult a felnőttképzés is. Voltak persze különleges hatások a tavalyi esztendőben, már említettem a rezsicsökkentést. Az energiaárak 2010 óta hozzáigazodtak a visegrádi országok energiaáraihoz. 2010-ben a magyar gazdaság szereplőinek az energiaára az 30%-kal volt magasabb, mint a visegrádi versenytársaké. Ez mára kiegyenlítődött, remélem, hogy ez a folyamat folytatódik. Sikerült tartani a 2,9%-os hiánycélt, és minden esélyünk megvan arra, hogy ez ebben az évben is így történik. A beruházások 16,3%-kal bővültek, 8%-kal ott van a munkanélküliség, és 2015-ben úgy gondoljuk, hogy a visszatérés költségvetése lesz. Visszatérünk egy egészséges, normális, kiszámítható, működőképes pályára.